Az idei év utolsó láthatárok műsorában köszöntöm a kedves nézőket. Ahogy egész éven keresztül igyekeztünk gazdag tartalommal kitölteni műsorunkat, melyek a magyar kisebbséghez fűződnek, erre fogunk törekedni ma is. Reméljük, hogy sikerült bemutatni nemzetünk mindennapjait, munkáját, törekvéseit, azokat a célokat, amellyel nap mint nap harcolnak a megmaradásunk érdekéért. Ezzel együtt gazdagítják Horvátországot, gazdagítják a mi hazánkat. Kívánjuk, hogy továbbra is legyenek hű nézőink, az elkövetkező fél órában pedig figyelemmel kísérjék a Láthatárok műsorát. A Magyar Egyesületek Szövetségének egyik programja a kelet-szlavóniai kultúrszemle, amelyet a szövetség idén Vinkovácon szervezett meg. Az ottani magyar közösség magyar kórus szemlét tartott. Vinkovác városában sorjában ez a negyedik magyar estünk. A közösségünk különösen örül és elégedett, hogy ápoljuk a magyar nyelvet, szokásokat és kultúrát, és azon dolgozunk, hogy megőrizzük kultúrkincsünket. Idén ünnepeljük kórusunk fennállásának 5. évfordulóját, amely egyben az amatőr tevékenységünk koronája. A motiváció soha nem hiányzik, ha szeretjük azt, amit csinálunk. Remélem, ez így lesz a jövőben is. Kórusunk vezetője nagyon sokat segít nekünk, és ez a mai rendezvény sem valósult volna meg nélküle. E magyar közösségnek a vegyes kara mellett más aktivitásai is vannak. Volt már magyar nyelvtanfolyamunk, sajnálom, hogy ezt tovább nem folytathatjuk, de elsősorban a magyar hagyományok megőrzésén dolgozunk és különböző kultúreseményeket szervezünk. Vágyunk arra, hogy bekapcsoljuk munkánkba a fiatalokat is, és átadjuk nekik tudásunkat. Ismét ki kell emelnem, hogy Budin Margit kórusunk vezetője nem Vinkováci, olyan Kovácsról utazik hozzánk, és ő mindig talál mindenre időt. Köszönjük neki ezt a törekvést, ő igazán egy tündéri személy. Mindenképpen meg kell említenem Kell Józsefet, mert ha ő nem lett volna, mi sem lennénk. Mi kevesen vagyunk, de ő segített, hogy megalakítsuk egyesületünket és kórusunkat. Különben a Magyar Egyesületek Szövetségének vagyunk a tagszervezete, és boldogok vagyunk, hogy egy csapat részesei lehetünk. Nem csak pénzileg segítenek minket, hanem erkölcsileg is, erőt adnak, hogy megőrizzük hagyományainkat ezen a területen. Egyik riport alanyunk igyekszik nem elfelejteni a magyar nyelvet, még ha nem is használja napi szinten. Bátran állt kameránk elé. 5 éve vagyunk, tanulunk, megyünk tanulni a hílnak, barátkozunk, hogy mondanám, mindenfelé voltunk Budapesten, Magyarországon, voltunk Zágráb, mindenfelé a hílnak, ahova megyünk. Tanulunk, szeressük nagyon a mi izénkat, hogy magyarok vagyunk, és a mi izénk a Tőri Anita vezelmes, hogy mondanám. Hány magyar él Vinkovácon? Ha van egy 100-115-en vagyunk. Akkor szép számban van. Hát kicsi, de kellene több, de öregek kihalnak, a fiatalok nem akarják, és akkor én öreg Jankováci vagyok, ahol a Margit, ott születettem, öreg Jankovácon, és férjé mentem ide Vinkovácra, és itt élek 70 évig. Minden kórusnak megvan a sajátossága, többsége igyekszik megőrizni még el nem felejtett helyi dalaikat. A legfiatalabbak közé tartozik, 2 éve működünk, elébb nyugdíjas kórus volt, de széjjel ment, akkor mi csináltunk egy új kórust. 2 éve működünk. Magyar szentlaszlai hagyományőrző, jobban a szentlaszlói dalokkal, népdalokkal, nótákkal lépjünk fel. Igen. Eddig 1 éve, mikor először fölléptünk Jankovácon, tavaly őszkor, azóta hát van egy 8 hely, ahová járjunk most már.
akikkel összebarátkoztunk, össze eljárjunk. Igen, Magyarországra is két helyre megyünk, Szent Lászlóra és Dobszalra. Számolunk 16, aki rendesen jár próbára, és van még 15-en vannak, akik külső tagok, akik felsegítnek bennünket egy kicsit, ugye? Igen, igen. Most karácsonyra egy kicsi kézi munkákat szokunk csinálni, eladni is, meg kiállításokat tudunk csinálni, van sok kézi munkánk, öreg hagyományok, meg mindenek, igen. Hát ezek szerint nem csak énekelnek, hanem mással is fognak. Igen, igen, ezzel is, igen, igen, énekeljünk, meg gondoltok a gyerekeket betanítani egy kicsit, ugye? Vagyunk köztünk, akik táncoltunk elébb a kultúrnak, ugye szeretnénk azokat bemutatni nekik, de hát keves a magyarság Szent Lászlón, kihallassan. Pedig ugye az ős magyar falu. Ős magyar falu. Én emlékszök rá még, mikor 90% magyar falu volt Szent László. Igen. Igen. Sajnos. A Szövetség Vörösmarton a legkisebbek számára a magyar óvodák és játszóházak találkozóját szervezte meg. A kicsik számára ez külön jelentőséggel bír, mivel ez alkalommal nagy számban jelennek meg a gyerekek, és lehetőségük van ismerkedni és barátkozni. Mint minden évben, az idén is a Csupa Játék, Csupa Mese rendezvényt megtartottuk, azzal, hogy most az idén úgy jött ki, hogy éppen Mikulás napjára szerveztük meg a rendezvényt, és nagy öröm vár majd itten a gyerekekre. Azzal a különbséggel szerveztük a rendezvényt, hogy idáig a gyerekek mindig valamilyen mesét, bemutatkozást készítettek, de az idén mink fogunk felnőttek a gyerekeknek kedveskedni egy rövid színdarabban. A színjátszók Magyarországról jönnek, Cigány Tamás kollég vezetésével lesz majd ez a színjátszó előadva itten a Vörösmarty Kultúrotthonban. Mindösszesen 64 gyerek lesz itten jelenlévő, Baranyából, Eszékről is, minden óvodában vagy játszóházban, ahol a gyerekek magyar nyelvet is tanulják. Baranya területén, ahol nem működnek magyar óvodák, a horvátországi magyar gyermekek részére sikeresen tevékenykednek a játszóházak, melyek így ünnep előtti színes hangulatban viszik magukkal a magyar hagyomány szellemét. Mi Újvezdámból jöttünk, Újvezdámban 2003 óta működik játszóház az Egyesület kereteibe, kis megszakításokkal. Mindig gondot viseltünk arról, hogy szakember vezesse a foglalkozást, és nagyon nagy jelentősége van ennek a kisközösségnek a számára, hiszen a településen nincs óvoda, tehát ezek a kisiskolások 3 éves kortól 6 éves korig itt tudnak szocializálódni, itt tanulnak meg közösségbe lenni, közösségbe viselkedni, és azt hiszem, hogy ez magának az iskola intézményének is egy nagyon fontos előmomentuma, hisz a gyerekek már úgy érkeznek az iskolába, hogy ha nem is napi szinten működik a foglalkozás, de hetente egyszer közösségbe járnak a gyerekek, ismerkednek a magyar kultúrával, együtt játszanak, együtt szocializálódnak. 2003 óta működnek a MESZ-nek a játszóházai országszerte, tehát minden tapasztalat azt mutatja, hogy ez egy kitűnő program a gyerekeknek a becsatolásába, az Egyesület tevékenységbe. Azok a gyerekek, akik évről évre a játszóházas foglalkozásukon részt vettek, a tapasztalatok azt mutatják, hogy utána fölnőve megmaradnak az Egyesület különböző foglalkozásaiba, táncsoportba járnak, és ott maradnak a magyar közösség részére, aktívak, bekapcsolódnak, és valójában ez a legfontosabb hozadéka ennek a programnak országszerte. A Magyar Játszóház a kis pélmonostoriaknak is kitölti mindennapjait. 9 gyerekünk van a játszóházban, hogy nagyon örülök, hogy eljöhettem. Eszéken dolgozok a Magyar Központban, a Bobita óvodában, már 14 éve,
itt a az a baj, hogy egy kicsit több gyerek lenne, akkor jobb lenne, meg egy kicsit jobban tudnának magyarul, az is még jó lenne, de így nagyon jó nekünk. Táncolunk, énekelünk, festünk, vágunk, mindent. Most a karácsonyi műsorra készülünk, úgyhogy jó nekünk. De a gyerekek élvezik. A gyerekek azok nagyon élvezik, alig várják, már mindig időnap előtt eljönnek a játszóházba, mert nagyon várják a játszóházat. Hát hogy hívnak? Dobszai Balázs. És hova valósi vagy? Vörösmarty. Vagy itt Vörösmarton tartják ma ezt a szép gyermekrendezvényt, a csupa játék, csupa mesét. Szeretsz játszani? Igen. És milyen nap van ma, tudod? Nem. Mikulás? Mikulás nap. Mikulás napja. És mit hozott neked a Mikulás? Csokit. Csokit? Csak csokit? Nem. Játékot. Két kicsiny hölgy kreativitása és talpra esettsége nagy hatással volt csapatunkra. Lehet, hogy a jövőben még kolléganők is leszünk. Já, dolazím ještě čeráde, i zovím síma mi a páči. A što znaš ti mađarsko? Jo, reget, jo, še kat, je na put, sija! O, i ko ti to naučio? Baka. Baka ti naučila? A jer ti ideš u igraonicu ili u vrtić? Ili u igraonicu i vrtić. A reci ti meni, što si naučila u igraonici, recimo? Pa, da moramo biti dobri tamo. Jeste učili nešto možda pjevati? Mikulas, Mikulas, gdješ Mikulas? Djeremar, djeremar, mine djeremar. Ajde još jedno, moz. Mikulas, Mikulas, gdješ Mikulas? Djeremar, djeremar, mine djeremar. És mit tanultatok még? Sad ćemo pitati Antoniju, može? Antonija, téged is megkérdezünk, hogy szeretsz-e játszóházba járni? Szeretek. Miért? Azért, mert ügyeskedünk ott nagyon sokat. Igen, és a játszóház mellett jársz is óvodába is, ugye? Igen, járok. Cukorgyárra. Ő a barátnő? Igen. Szerettek együtt játszani? Nagyon. Mi a kedvenc játékod? Ott van egy főzőcske hely, és ott játszunk. Ajde, reci i ti nama, šta si najviše voliš igrati s Antonijom? Pa, volim se najviše igrati s Antonijom Ringeringeraja i najviše od svega ide o mača oko tebe. Jer može Ringeringeraja da vidim? A Hercegszőlősi Mihály Magyar Ifjúsági Szervezet első alkalommal szervezett multikulturális kiállítást, amelyen festményeket és fotókat állítottak ki a falubeli amatőr művészek. A kiállításon 9 kiállító műveiben gyönyörködhettünk. A vizuális élmény mellett a vendégek a Trillium együttes zenéjét is élvezhették. Én úgy hiszem, hogy mi, akik szerveztük, meg vagyunk elégedve, hogy most hogy lesz a közönség megelégedve, azt majd talán később megtudjuk. Úgy hiszem, hogy ez nagyon jó ötlet volt, és reméljük, hogy majd a jövőben több festő fog kiállítani képeket, nem csak Hercegszőlősről, hanem a Hercegszőlősi járás, egész járásból. Úgy hiszem, hogy nagyon szépen sikerült. Ez is olyan meglepetés volt tényleg, hogy ennyi van. Most majd egy kicsit gondoskodunk, és a jövőben akkor a többieket is hívni fogjuk. És ugye, ahogy láttuk, azért mégis volt érdekeltség is, mert jöttek az emberek. Hát én úgy hiszem, hogy mi mindannyian meg vagyunk lepve, hogy ennyi nép összejött.
hogy megnézze ezeket a képeket. A Herceg-Szőlősi ifjúsági szervezet, Mihály szervezetnek a tagja vagyok. Hát nem vagyok éppen ifjúság, de a szívemben mindig fiatal vagyok. Az egyik kiállító megosztotta velünk, miért is szeret festeni. Általában pedagógusként dolgoztam, tanítóként, zenetanárként. A hobbim a festészet. Csak még fiatal vagyok festőként, csak 13-4 évvel ezelőtt kezdtem el festeni, amikor a lányom már kezdett ezzel komolyan foglalkozni. Akkor én is kedvet kaptam, és hát most már nyugdíjasként időm is van, ezt gyakorolom. Sok technikát kipróbáltam és gyakorolok, legtöbbet az olaj és vászom, de érdekelni nagyon a pasztel, száraz pasztel, és legtöbben úgymond izgat az akvarell, ami szerintem a legnehezebb technika. De nem lehet semmit javítani, vagy sikerül, vagy nem sikerül. De azt mondják a társaik, hogy ezzel nem kell foglalkozni, nem sikerül, szélnézt a kosárba is újat kezdeni. Egyébként ez kitölti az életemet a hobbi, a festészet. Sajnos ilyenkor tényleg kevésbé ilyen kellemetlen időkben nincs olyan kedve az embernek festeni. A festmények és fotók mellett a kiállítás teret adott kézi munkák bemutatására is. Azokat hoztuk el ide, egy makettöt a Magyar Házról, ami nekünk őben nincs még. Szeretnénk nagyon, hogy legyen egy kis szobácskánk legalább, hát reméljük, hogy majd lesz is a jövőbe. Egyelőre most egy kis ilyen kézi munkával járultunk hozzá itt a szép kiállításhoz. Nem képekkel, amivel már máskülönben több tíz éve foglalkozok, szóval több kiállításom volt, már itt Herceg-Szőlősön is többször is, külföldön is, de most pillanatnyilag a Kői Tánc Kultúregyesület nevébe vagyok itt, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és megtiszteltetés támunkra, hogy meghittak minket, és hogy itt lehettünk. Én édesanyámtól örököltem, úgy hiszem, meg a nagybátyámtól. Én tőlem nem nagyon, kislányom, szóval nem kislányom, most már annak is van kislánya, azt szeret festeni, de csak ceruzával. Én olaj, akril, másfajtával is, mindenfajtával akvarelt is festettem, de legjobb a kombináció, amit akril és olaj. Téma, természet, virág, lovak, sokfajta. Egybeesve a kiállítással az ifjúsági szervezet háromnapos nemzetközi találkozót szervezett az úgynevezett civil akadémiát, ahol különböző civil szervezetek képviselői jöttek össze különböző országokból. Őket elsősorban összeköti az, hogy saját országukban kisebbségként működnek, céljuk azonban egy, megőrizni nyelvünket, kultúránkat, szokásainkat, és ami a legfontosabb, magyar identitásunkat. A résztvevők Csehországból, Magyarországról, Szerbiából, Romániából, Bosznia-Hercegovinából érkeztek, és jelen voltak a horvátországi házigazdák. A Cseh és Moravországi Magyarok Szövetsége Brüni alapszervezetének elnöknője vagyok. A civil akadémia tagja, most vagyok velük 5. éven. Nagyon élvezem, nekem nagy energiát ad. Sokat tanulok mindenkitől, és nekem a civil szakmám építész, úgyhogy ez egy más területe az életemnek, de nagyon fontos része, éppen azért, mert egy egész más dolgot kell ezekben a dolgokban végigvinnem, elvégezlem. Hány magyar él Morva Berényben? Morva Berényben és környékén körülbelül 400 magyar él. Mi 150 tagot regisztrálunk, abból körülbelül 100 a fizető tag. És ugyanúgy szervezkedik a magyarság, mint mondjuk rá most, hogy itt megismerted Drávaszögbe, vagy ahogy jártátok ugye a Kárpát-medencei országokat, vagy másképp?
Kicsit másképpen, mi már mi egyrészt közelebb vagyunk Magyarországhoz, viszont a másik oldalon mi is, annak ellenére, hogy közel vagyunk, érezzük, hogy össze kell járnunk, hogy műsorokat kell készítenünk, hogy történelmi előadást igényelünk, hogy a nyelvet gyakoroljuk, hogy együtt legyünk, hogy építgessünk valami érdekeset, meg hogy együttműködjünk a többi kisebbséggel is, meg a cseh közegnek is valamit adjunk. Úgyhogy sokat dolgozgatunk rajta. Annak ellenére, hogy kevesen vagyunk, de mi nagy dolgokat is szeretünk végigvinni, megcsinálni. És még egy kérdés, hogy hogyan érzi magát a 14. Civil Akadémia? Hát jobban nem is érezhetném. Nagyváradról érkeztem, ott vagyok a Bihar megye és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetségének elnöke. Tulajdonképpen nem olyan régen kapcsolódtam be a Civil Akadémia munkálataiba. Tavaly előtt Brassóban voltam először, és tavaly pedig itt. És hát úgy láttam, hogy ez a Civil Akadémia, ez egy hát nagyon jó civil kezdeményezés olyan szempontból, hogy nem csak hogy közösségépítő jellege van, hanem hát létrehozza az egymásra találást. És hát ez elsősorban a nemzeti összetartozás alapján, de ugyanakkor hát ez a térségi összetartozás, és végül is az is megjelenik, hogy nem csak kulturális, hanem általános vonalon is próbálunk együttműködni, és ez az együttműködés előre mutat. Örvendek annak, hogy egy év alatt is több közösségi szintérrel bővült az itteni civil munka, és látom, hogy van egy összetartó közösség, amely megpróbálja azt, hogy megjelenjenek a magyar értékek is, és ugyanakkor a közös értékekre is nagy hangsúlyt fektet, amely úgy érzem, hogy jelentős ebben a helyzetben, amikor egyfajta egymásra utaltság is van. Én látok itt lehetőséget, hogyha lelkes emberek vannak, akkor lehet helyettesíteni mind a forrás hiányt, mind pedig az infrastruktúrális hiányokat. Tehát úgy érzem, hogy fejlődőképes az itteni civil szféra, az itteni közösség, és úgy érzem, hogy ha ennyire kitartó lesz, akkor el fogja érni a céljait. A mi egyesületünk 93-tól háború folyamán létezik azóta, és hát eléggé sok évet már vezetem ezt a kis egyesületet. Civil Akadémia tagja vagyok, azt hiszem, hogy olyan 2004-től, úgyhogy már 10-11 éve. Nem mindig volt alkalom, és nem mindig sikerült eljutni a találkozóra, mert hát dolgozok, és úgy nem jött össze, de ennek nagyon örülök. Másodszor vagyok Perlmonastori Civil Akadémia találkozón, és bárhol is, de itt különösen jó érzem magamat. Nem is olyan messze, könnyen el lehet jutni, és ahogy szoktuk mondani már napokban, milyen nagy család vagyunk, bárhonnan is jövünk, mekkora magyar közösségből vagyunk. Szerintem szívvel csináljuk a dolgokat, ami egy különleges féle ember kell, hogy legyen, hogy olyanok legyünk, és azért nagyon örülök, hogy tudok találkozni veletek. Különös örömünkre az idei Civil Akadémián ismét jelen volt a találkozó megálmodója. A választott hivatásomnak az a része, amelyiket az utóbbi 15 évben, vagy 20 évben végzek, az arról szól, hogy a külhonban élő Magyarország kulturális életét segítsem. És ennek kapcsán nagyon sok igen kiváló emberrel találkoztam, akik soha nem értek rá. Talán épp azért voltak kiválóak, mert mindig rengeteg dolguk volt, és azért nem értek rá, mert otthon voltak, és dolgoztak a népükért, az ottani magyarokért. És azt gondoltam, hogy egyszer ezeket az embereket ki kéne szabadítani ebből a mókuskerékből, és azt mondtam, hogy egy képzést szervezek nekik, ami egyébként igaz is volt, tehát képzés is volt, de nem ez volt a fontos, hanem az, hogy el tudtak szabadulni akkor még egy hétre,
el tudtak szabadulni egy hétre, és mikor véget ért ez az egész rendezvény, az első civil akadémia, akkor mindenki nagyon boldog volt, hogy mennyi mindent tanultam, de a legfontosabb az, hogy tudtunk egymással beszélgetni, és az, hogy tényleg az a mókuszkerék, amiben évek óta járok, az abból kiszabadultam. Így indult a dolog, rögtön kiderült, hogy egy hét az nagyon sok, tehát akármennyire is hiába nem lehet, három nap. Az első három civil akadémia az Budapesten volt, meg Magyarországon, és akkor valamelyik civil akadémista csak kitalálta, hogy ez így nagyon jó, de most már egy kicsit unjuk Magyarországot. Menjünk el, nézzük meg egymást, hogy mi hogyan csináljuk, meg ti hogyan csináljátok. És így alakult ki, hogy ez egy ilyen vándor akadémia lett, amikor is egy-egy országba elmentünk. És aztán olyan 6 évvel ezelőtt körülbelül a dolog megint megváltozott, és ugye mindig belülről változik. Nevezetesen, amikor Vajdaságban voltunk, akkor valahogy ez a társaság, akik civil akadémiázni jöttek össze, valahogy nagyon összenőtt. Egy nagyon jó baráti társaság lett belőle, ők magukat inkább úgyják, hogy ez egy család, nagy család vagyunk, keresztlányunk is van, és tényleg ez hogy mivel már többször is végigjártuk a Kárpát-medencét, minden országban voltunk, nem az volt most már a fontos, hogy elmenjünk valamelyik országba, mondjuk amelyikben régebben voltunk, hanem az, hogy egyáltalán az, hogy találkozzunk. És akkor hát egy Tomasz Ich Korinának köszönhetően immár harmadszor találkozunk itt Horvátországban, és ez a 14. civil akadémia az bizonyítja, hogy van egy társaság a Kárpát-medencében, amelyik azonos követ fúj, egy vérből valók vagyunk, Kipling, és hogy ez a társaság összetart, nem engedi, hogy szétessen ilyen-olyan okok miatt, mert fontosak vagyunk egymásnak. Amíg nem éltél, nehéz éveken, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből való vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ. Amíg nem értél, nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből való vagyunk, s hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy Önök is fontosak számunkra. Ahogy összetartottunk 2015-ben, kívánjuk, hogy ez így legyen az elkövetkező évben is. Mi számítunk önökre ezentúl is minden szombaton 19 órától. A Magyar Egyesületek Szövetsége és a Láthatárok csapata nevében mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok. Viszontlátásra!